többiek. Többnyire rontott akác erdeink vannak, amelyeket az 1900-as évek elejétől telepítettek be. Erdei fenyő mellett fogunk még menni, és hát elvileg itt a cseres tölgyesek uralma kellene, hogy legyen, majd a szlovák oldalra áttérve ott egy tájvédelmi körzet, a Cseres hegységi, már nevében is viseli ezt, és az a karancsmedves tájvédelmi körzet monográfia, amiről beszéltem, ez gyakorlatilag a Cseres hegységi részt is felvállalja, sőt, szlovák nyelven is megjelent. Ha esetleg valaki ilyen pikáns verziót akarna, akkor mind a két nyelven megveheti mindezt meg. Na most, ami felé közeledünk, bemegyünk egy kis mellékágba, ahol egy-két tábla már lesz. A táblák magyarázzák azokat a kőzeteket, amely kibúvásban megvannak, ha nincs hó. Lesznek olyan helyek, ahol azért jobban rá tudunk tekinteni a dolgokra, azaz most fölöslegesen nem időzünk el mellette, de azért egy kis pillantást lehet vetni rá. Maguk ezek a táblák még a Geopark létrejött előttiek, de így is magyar angol nyelvűek, miután 2010-ben globális Geopark hálózat tagjává vált ez a határmenti kezdeményezés, azóta a három nyelvűség kötelezi a magyar, szlovák, angol, és ezekről vannak ismertető füzetek is. Az alapvető infrastruktúráját az Ipoly-Tarnóci ősmaradványoknak ezek ingyenes kiadványként kiajánlják. Ugye a pénztárnál nem tudom most, hogy milyen nyelven vannak ott mellette félre rakva. Azért vagyunk úgy a fogadó épületnél, mert átalakítás alatt van az a létesítmény, ezért nem teljes belakottságú, ezért néhány helyen egy picikét olyan szegényesnek mutatkozik, de ez annak tudható be, hogy szezonon kívül vagyunk, és egyéb dolgainkat csinálnak. Jó? Tehát esetleg fotók készülnek a fogadóépület belső teréből, megkérnélek benneteket, hogy ne feltétlenül az ilyen ürességes részeket rakjátok ki, persze rajtatok át. Jó, tehát akkor bemegyünk a belső részbe. Itt, amin járunk, már szárazföldi üledékek, és óvatosan kell lépegetni, mert ott vannak közöttük a vulkáni átufa maradványa is. A növényi maradványok alapján úgy gondolják, hogy pár száz Celsius fok hőmérsékletű volt ez, amikor ideért. Úgyhogy egy-két helyen csúszós, vagy ilyen, vagy olyan, de mindenképpen forró lesz a talaj a talpunk alatt. Azaz most ilyen libasoros jellegű lesz az utunk, de ahol kiszélesedik, majd egy táblánál, az egy olyan 200 méterre, megint megállunk, beváljuk a többieket. Ha valakinek esetleg kicsikét elmaradás igénye van, akkor tegye meg, nem kell feltétlenül lihegni a másikkal, és ha valami probléma merült fel, elszakadt a cipőfűző, vagy bármi más, nyugodtan szólni kell, ott vannak a kollégáink rádiótelefonnal, és akkor az egyik hátul, a másik előtt, és akkor a közbülső rész is befogva tudunk alkalmazkodni majd. Kérdés a mostani dolgokhoz? Hallunk madárhangokat? Ezek csúszkák. Igen. Onnan pedig egy nagy tarka harkály szólt. A felfelé jövet pedig őszapók voltak, valószínű, hogy ilyen kisebb, lazább csapatban, különböző cinkefajokból szokott állni ez a csapat. Kék szén, barát cinke, a többi. A csúszkák azok így külön vannak ugye a revérben, ezeket a ezek hangok. Szép nekik ugye a szemük festése és a különleges jellegű, és ugye fejjel lefelé is tudnak kopácsolni. Igen, mint a harkája a lábukon, hogy két előre, két hátra, fejjel lefelé is tudnak közlekedni a fán.
annyi, hogy ami elvileg kopácsolják a fát, de nem olyan erős tőlük van, mint egy, nagy tarkarkálynak, viszont ugye kifolgatják a kérdek közül a kérdekből, de jellegűtesség, hogy talán egy nagyobb odót, általában nem tudja, hogy megcsinálnak egy itt, nem annyira erős a légkalapáta, viszont kitapassza, és leszűkíti sárra, hogy látunk egy odót, ami valaki körbe tapasztott a sárra, az valószínűleg. Na hát akkor csináljunk előre.